Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Ökrök hajtják a malmot és a fűrészgépet a Somogy Vámosi Krisna völgyben. Ezt a megoldást évszázadokkal ezelőtt találták ki, de ma már nem sok ilyen van Európában. Több mint 1000-en vettek részt tegnap az andocsi nagyboldogasszony napi búcsún. Az ottani kegyhely évszázadok óta népszerű a zarándokok körében. Egy felnőtt embernek is komoly sérüléseket okozhat egy aligátor teknős. Ezek a hüllők ugyan hazánkban nem őshonosak, mégis lehet velük találkozni. Jó estét kívánok! 300 millió forintból szintre emelik az aknafedlapokat Kaposváron. A munkálatok a napokban kezdődtek meg a város forgalmasabb iskolái és óvodái környezetében, így például a Pázmány Péter, a Kisfaludi és az Anna utcában. A város 589 darab megsüllyedt fedlapot hoz most szintre, 809 darabot pedig kicserélnek a szakemberek. A pontszerű lezárásokkal zajló munkákkal november végéig végeznek majd. A beruházásnak köszönhetően tovább javul a somogyi vármegye székhely útjainak minősége, így kényelmesebb és biztonságosabb lesz az autós, illetve kerékpáros közlekedés is. Megkezdődik a Csisztai kerékpárút déli szakaszának fejlesztése. A Buzsákot és Fonyódot összekötő 10 kilométeres utat a turisták és a munkába járó helyiek egyaránt sokat használják. A mostani munkálatok több mint 100 millió forintba kerülnek. A Fonyód és Buzsák közötti kerékpárútnak az M7-es autópályához közelebb eső úgynevezett északi szakaszát már korábban rendbe tették. Most a déli rész kerül sorra. Erre több évtizede várnak a környék lakói, hangzott el a napokban egy sajtótájékoztatón. A település vezetők szerint a fejlesztés a foglalkoztatásnak és a térségi idegenforgalomnak egyaránt jót tesz majd. Ez a kerékpárút összekapcsolódik a Balatoni Bringa körúttal. Nyilván a Balatoni Bringa körúttól nem csak Fonyódnak és a bringázóknak, hanem a belső somogyi településeknek is lehetőség nyílott arra, hogy kijöjjenek a Balatonra, vagy a Balatonról bejöjjenek és megnézzék a turisták a népi értékeket, a néphagyomány Buzsákon, egészen lehetően kerékpározni Öregakon keresztül Somogyvára, hiszen van ott is egy emlékhely, a Kupavár, a Krisnavölgyig tudnak kerékpározni. Az útszakasz felújítására vonatkozó terveket ugyanakkor nem volt egyszerű engedélyeztetni. Maga ez az út egy gát, a keleti, a bereknek a keleti és a nyugati szélét vagy felét választja szét, ebből kifolyólag nem volt egyszerű a környezetvédelmi hatósággal sem megküzdeni ennek az útnak a megépítésével. Talán azt mondom, hogy így a vége fele szerencsésebben alakult az, hogy egy vegyes használatú út épült meg, és nem egy külön kerékpárút. A felújítási munkálatok több mint 100 millió forintba kerülnek. A meglévő úton kisebb korrekciókkal készül el a nyomvonal, a korrekciós szakaszon egy új kőalap készül, a teljes szakasz kap egy 10 centi kőkiegyenlítést, ott is, ahol a nyomvonalon maradunk, és utána kettő réteg aszfalt kerül rá egy mészkőpatkával. Egyetlen helyen van egy gázvezeték keresztezés, ott kell egy vasbeton védőlemezt a vezeték fölött elkészíteni, tehát viszonylag úgy gondolom egy egyszerű műszaki tartalom. A tényleges építkezés a jövő héten kezdődhet meg, a munkálatok pedig várhatóan december közepéig tartanak majd. A fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország első számú kerékpáros térsége már a Balaton lett, és a közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség. Míg a tó körüli Bringa út mérőpontjain áthaladók száma 2019-ben nem érte el a 100 000-et, napjainkban már a 200 000-et is meghaladja. Egyre több kerékpáros jegyet adnak el a vonatokon, a kompokon és a személyhajókon is. A túrázás feltételeit javítja az is, hogy a 205 km hosszú balatoni bringakör több mint fele megújult, idén tavasszal pedig be is zárult. Ennek mentén egyre több a tematikus túraútvonal, a pihenőhely és az önkiszolgáló szervízoszlop. Szociális szolgáltatások fejlesztésére és felzárkózási programokra hirdett pályázatot a kormány 740 millió forint értékben, jelentette be ma a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, a fogyatékkal élő emberek szállítását segítő gépjárművek beszerzésére 400 millió forintot különítettek el, a családok átmeneti otthonai pedig 250 millió forintból bővíthetik a férőhelyeket.
Meghirdetett egy a fiatalok zenei oktatását segítő pályázatot is 90 millió forint értékben civileknek, önkormányzati és egyházi fenntartóknak. Mindhárom felhívásra szeptember 15-éig lehet jelentkezni. Két évtized alatt megduplázódott a magyarországi bőrrákos esetek száma úgy, hogy az érintettek negyede még mindig későn fordul orvoshoz, közölte ma a Magyar Dermatológiai Társulat. A szakértők szerint a helyzetet csak súlyosbítja, hogy a globális felmelegedés miatt nő a kockázat, hiszen egyre tovább egyre nagyobb UV-sugárzás éri a szabad bőrfelületeket. A betegség különösen gyakori fiatal nők és idősebb férfiak körében. A gyógyítók legfontosabb fényvédelmi tanácsai között szerepel, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon közvetlen napsütésben, és mindenki használjon a bőrtípusának megfelelő magas faktorszámú fényvédő készítményt, illetve UV-szűrős napszemüveget. Munkába álltak a kasi kosaras fiataljai. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tehetségei gőzerővel készülnek a bajnoki rajtra, nem sokára jövünk a részletekkel. Európában is egyedülálló módon ökrök által előállított energiával aprítják fel a fát, vagy éppen őrlik meg a saját maguk által megtermelt búzát a somogyvámosi Krisna völgyben. Az úgynevezett járgányházat májusban adták át, jelenleg a próbaüzem zajlik. A járgányház, ahogy a Krisna hívők hívják, két részből áll, egy fogaskerékből, amit ökrök hajtanak, és egy több gépből felszerelt helyiségből. Az ökrök 50 másodperc alatt tesznek meg egy kört, munkájukat sebességváltók segítik. Itt most láthatjuk a járgányháznak a váltó részét, a másik helyen ugye már mennek körbe az ökrök, alul egy tengelyen keresztül jön be a hajtás, itt még láncokkal és szíjakkal, ő van felgyorsítva folyamatosan a kívánt sebességre a fordulat, amivel majd aztán ugye a gépeket fogjuk meghajtani. Stábunk a faaprítási munkálatokba pillanthatott be, amelyhez percenként 540-es fordulatszámra van szükség, de van cséplőgép is, ami 900-at kell, hogy forduljon percenként, míg a malomnak is kell 500-as fordulat ahhoz, hogy megfelelően dolgozzon. Az újonnan átadott üzemben teljesen környezetbarát módon állíthatók elő a mindennapi élethez szükséges alapanyagok. Ennek a járgányháznak a célja, hogy tehát ezt olyan sok gépet, amit a mai világban ugye vagy belső égésű motorokkal hajtanak meg, vagy pedig elektromosan, mi ezt pusztán ATR-ővel tudjuk meghajtani. Ez a célja, ez teljesen függetleníti ezt az üzemet, vagy ezt a járgányt a bármilyen energiától, tehát más fosszilis energiától, és ez egy ilyen függetlenséget ad így ennek a dolognak. És a másik, ami pedig nagyon fontos, hogy nem tartalmaz negatív kibocsátó gázokat. A több száz éves hagyományon alapuló szerkezet jelenleg egyedülálló Európában. Itt be lehetne rendezni akár egy lakatos műhelyt, vagy egy ilyen forgácsoló műhelyt is, és mindent csak esetleg ilyen kis kuplungos rendszerekkel, vagy kalapácsgépeket, szóval akkor kovács műhet is lehetne ráépíteni. Most jelenleg nekünk a legfontosabb ez a mezőgazdasági oldal és a malomipar, tehát hogy a saját lisztünket az ökrök meg tudják termelni a magágykészítéstől elkezdve a betakarításon át, a cséplésen keresztül a lisztkészítésig. Az üzemet szeretnék a jövőben továbbfejleszteni egy hidraulikus rendszerrel is, amellyel a Krisna völgy teljes vízellátása megoldható lenne. Az ország több pontjáról is érkeztek zarándokok tegnap az Andocsi Nagyboldogasszony napi búcsúra. A somogyi kegyhelyet 1000-nél is többen keresték fel ezen a jeles napon. Augusztus 15-e a katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe, amikor is a szűzanya mennybe meneteléről emlékeznek meg a hívek. Különösen a Nagyboldogasszonynak szentelt templomok plébániái készülnek erre a jeles alkalomra. Ilyen az Andocsi Bazilika Minor is, melyet szinte teljesen elpusztítottak a török hódoltság idején. Csupán a szűzanya 160 cm-es szobra maradt épségben, ami csodának számít. Az Andocsi Szűz Máriát Kalocsáról hozták ide annak idején az angyalok, a legenda szerint, és
Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak egyfajta angyali üzenet, hogy Isten elénk jön, hogy ő szeretne bennünket kiemelni mindabból a nehézségből, amiben vagyunk, és megmutatja számunkra a kiutat. Az andocsi templomot már fél évszázada keresik fel az emberek, a szűzanya oltalmát vagy akár gyógyulást kérve, és több mint 300 éve tartanak itt búcsúkat. Évről évre többen jönnek el ide az andocsi bazilikába, erre az ünnepre, és nagyon sok szeretettel várjuk most is a zarándokokra, akiknek a száma, én azt gondolom, hogy ebben az évben így megközelíti ezen az ünnepi szentmisén az 1000 főt is. Az idei búcsú egyik szentmiséjén a bodajki testvérkegyhely plébánosa Móroc Tamás szónokolt. Isten valamit bemutatott rajta, amely reményeink szerint vár ránk is. És pont a mennybe menetel ünnepe, az az ünnep, amelyben talán legjobban kicsúcsosodik, hogy Mária kiváltsága tulajdonképpen a megváltott ember kiváltsága. Az andocsi bazilikában évente 10 búcsút tartanak, a következő a kisasszony napi lesz szeptember 8-án. Házi kedvencből lesznek emberre is veszélyes állatok azok az aligátor teknősök, amiket felelőtlen gazdáik szabadon engednek. A hónap elején például a 7-es főút mentén találtak egy műanyag rekeszt, benne egy ilyen jól kifejlett hüllőt. 2 kicsi aligátor teknős, de ezek is ugye már komoly kárt okoznak az embernek. Köröshegyen található Magyarország első és eleddig egyetlen látogatható teknős gyűjteménye. Fél hektáros területen jelenleg 283 páncélos hüllő él. Az egykor krokodilokkal is foglalkozó tulajdonos azt mondja, az aligátor teknősök hazai térhódítása évekkel ezelőtt kezdődött. Ezeket az állatokat kizárólag állatkertek tarthatják, például itt a teknőspark tarthatja, de magánember nem tarthatja, nem kap rá engedélyt. Természetesen, ugye itt ez a pénteki eset is bizonyítja, hogy van, és sok van kint. Ezeket még valamikor legálisan vásárolták kisállatkereskedésekbe. Az aligátor teknős egy bébi 1000-2000 forint volt, egy keselyű teknős már hű, de nagyon drága 5000 forint volt. 10000-ével adták el őket az országba. A szakértő azt is elmondta, hogy a hozzá nem értés miatt sok egyed elpusztult, de körülbelül a negyedük életben maradt, és amikor már elég nagyok voltak és terhessé váltak, akkor engedték el őket élő vizekbe a felelőtlen állattartók. Pécsi Tibor azt tanácsolja, ha ilyen teknőssel találkozunk, legfontosabb az óvatosság. Semmiképpen se próbálja megfogni, fotózza le azonnal hívjon rendőrt, bárkit, hatóságot, természetvédelmi hivatalt, rendőrséget, bárkit, aki azonnal tudja, hogy kihez kell fordulni, és próbálja meg addig szemmel tartani, amíg odaérnek. A köröshegyi létesítményt nagyon sok család keresi fel, hiszen a teknős a gyermeknek egyik nagy kedvence. Anya nem engedi, hogy legyen nekünk egy teknősünk, de azért sok helyre szoktunk menni, ahol van teknős, és én szeretem azt is nézni, hogy a hátuk milyen szép mintájú. Köröshegyen azt is megtudtuk, ha valaki megunja teknősét vagy egyéb házi kedvencét, az a neve titokban tartásával adhatja le őket. Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest kerültek az ére az előttünk álló hétvége foglalásai alapján, tudatta a szállás.hu. A portál azt írta, 12.700 és 14.800 forint közötti összeg az egy főre jutó éjszakánkénti átlagos ár. Minden ötödik foglalás szépkártyás. A foglalások harmada apartmanba, negyede hotelbe szól. A legtöbb helyen táncbemutatókkal, koncertekkel, kenyérszenteléssel készülnek, és több városi rendezvényen a család legkisebb tagjaira is külön gondolnak a programszervezők. Hírműsorunk végén sport, a stabil bennmaradás és a fiatalok csapatba építése. Ez a két legfőbb célja a Kaposvári Kosárlabda Klub új vezetőedzőjének. Váradi Kornél az Egyesület weboldalának nyilatkozva elmondta, a keret még légiósok nélkül másfél hete kezdte meg a közös munkát. Az elején felmérik, ki milyen állapotban van, és nagy hangsúlyt fektetnek a fizikális felkészítésre is. Minden tréningen előkerülnek taktikai elemek is, hamarosan pedig elkezdődik a felkészülési mérkőzések sorozata.
Munkába állt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola összes korosztályos kosárlabda csapata is. A fiatalokra a többi között egy balatoni edzőtábor is várt idén nyáron. A rendkívül sikeres tavalyi szezont követően a Kasi kosárlabda szakosztályának együttesei már augusztus elején elkezdték a közös felkészülést a 2023-24-es idényre. Abban szerencsés helyzetben vagyunk idén, hogy kettő csapatunknak is, az U16-ának és az U18-ának lehetősége van edzőtáborozni. Most ugye Balatonbogláron vagyunk egy-egy hetet. Tudunk szépen készülni napi kettő, akár három edzéssel is. Nagyon dolgoznak a srácok. Igazából ez a tábor arról szól, hogy egy jó csapat kohéziót csináljunk, egy jó csapatot építsünk, és természetesen kemény munkával megszerezzük azokat a fizikális, taktikai dolgokat, amelyeket majd már szeptemberben kamatoztatnunk el. A Kasi Junior A csapatának tagjai nem sokat pihenhettek a szünidőben. Igazából nyáron nem nagyon volt ide a pihenésre, ugye volt egy 5 hetes kondi edzések, és hát nagyon izgatottak vagyunk, nagyon várjuk a bajnokságot, kíváncsian várjuk, hogy mit tud elérni a csapatunk. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szeptember közepén induló bajnokság rajtjáig még rengeteg edzés és felkészülési meccs vár a fiúkra. Főbb híreink még egyszer röviden. Ökrök hajtják a malmot és a fűrészgépet a somogyvámosi Krisna völgyben. Ezt a megoldást évszázadokkal ezelőtt találták ki, de ma már nem sok ilyen van Európában. Több mint 1000 vettek részt tegnap az andocsi Nagy Boldogasszony napi búcsún. Az ottani kegyhely évszázadok óta népszerű az arándokok körében. Egy felnőtt embernek is komoly sérüléseket okozhat egy aligátorteknős. Ezek a hüllők ugyan hazánkban nem őshonosak, mégis lehet velük találkozni. Több mint 500 sorsjegyet sikasztott el és kapart le egy somogyi lottózó alkalmazottja. Azt gondolta nyerni fog, de nem volt szerencséje. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor Hat szemközt című műsorunk egy korábbi a somogyi erdőkről szóló adását ismételjük meg. 8:30-tól pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Maradjanak hát velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés. Mai kismértékű felfrissülés után holnap már ismét napos, száraz idő várható. A délkeleti szél kissé megélénkül. A hajnali órákra 17-19 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 31-33 fok körül alakulnak. Pénteken is hasonló lesz térségünk időjárása, sok napos órában bízhatunk csapadék nélkül. Kora reggel 19-21 fokot, délután 31-33 fokot mérhetünk. A kánikula a hétvégén és a jövő hét elején is marad, sőt a forróság akár kissé tovább is erősödhet. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. A Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.